Köszöntöm a nézőket, Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják, december 13-án, kedden este 19 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Téli csodavilág az Emplén Kalandparkban. Bizottsági munkák Sátoraljaújhely önkormányzatában. Helyi óvodákba szervez adventi játszóházat a Magyar Nyelv Múzeuma. Készül a téli csodavilág olvasható a Zemplén Kalandpark közösségi oldalán, ugyanis megérkezett az első hó, így már egy kis segítséggel ugyan, de elindulhat idén decemberben a síszezon. A sport szerelmesei információkat a Kalandpark közösségi vagy webes felületén gyűjthetnek, azonban amíg a hóágyuk dolgoznak, a területet megközelíteni nem lehet. Magas hegy, libegő, melegte a hó és síléc. Valószínűleg mindenkinek egy valami jut eszébe, ha meghallja ezeket a szavakat. Bár a melegtea ebben a hideg időben igazán jól jöhetett volna, azonban még munkálatok folynak a Sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark területén, hiszen megérkezett térségünkbe az igazi tél, így már gőzerővel rá segítenek arra a kalandpark munkatársai, hogy elindulhasson a síszezon városunkban. Készül a téli csodavilág, mondta Tóth Csaba, a létesítmény igazgatója. Igaz, hogy most a háttérben viszonylag keveset lehet látni, de hétfőn, késő délután hét hóágyúval elindult a hóágyúzás az Emplén Kalandpark egyes sípályáján. Ez egy óriási lehetőség a számunkra, ugyanis nem jellemző, hogy decemberben olyan hidegek lennének, hogy lehessen hóágyúzni. Viszont most elkezdtük a hóágyúzást más síterepekhez hasonlóan. Mert december 31-éig még alacsony áram vásároljuk az elektromos áramot, ezért ez lehetőséget biztosít arra, hogy a téli sportok szerelmeseinek el tudjuk készíteni a sípályát. A Zemplén Kalandpark munkatársai nagy erőkkel dolgoznak a következő napokban, azonban addig azt a területet tilos megközelíteni. Az egyes sípályát fogjuk elkészíteni, a kettes sípályát ezúttal nem fogjuk havazni, illetve abban az esetben, hogyha a későbbi időszakban majd oda esni fog nagyobb mértékű hó, akkor azt úgyszintén meg fogjuk ratrakozni. Ami nagyon fontos, hogy a sípály ilyenkor természetesen munkaterület. Ez azt jelenti, hogy a sípályán gyalog járkálni a ratrakokat, a hóágyúkat, az egyéb felszerelési tárgyakat, berendezéseket megközelíteni szigorúan tilos, ahogyan szánkózni is, majd csak abban az esetben szabad, hogyha már erre lehetőséget fogunk tudni biztosítani, hiszen ilyenkor, hogyha esetleg sáros lábbal mennének fel, vagy mennek fel az emberek a sípályára, ez a sár, ez ugye beépül a pályába is, abban az esetben ott olvad elsőként, úgyhogy ezt szeretnénk kérni, hogy ameddig el nem készülünk, addig még egy kis türelmet kérünk. Az árakról és a síszezon indulásáról több információt a Zemplén Kalandpark közösségi és weboldalán tudhatnak majd meg az érdeklődők, tette hozzá Tóth Csaba, igazgató. Folytatódtak Sátoraljaújhely város önkormányzatának az év utolsó rendes bizottsági ülései. Képviselőtestület, idegenforgalmi és környezetvédelmi, továbbá a Városüzemeltetési Bizottság is fontos napirendi pontokban hozott javaslatokat a képviselőtestület számára. Sátoraljaújhely város önkormányzat képviselőtestületének bizottságai folytatták a tegnapi napon megkezdett döntéselőkészítő munkát. A sort az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság folytatta, mely két napi rendi pontot tárgyalt, melyek közül az első az Abaúj-Zempléni Szilárd Hulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás közszolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása volt. Kaptunk egy tájékoztatást arról, hogy az éven milyen események, illetve milyen megbeszélések és ott milyen döntések születtek. A legutóbbi ülés kapcsán kaptunk egy részletesebb tájékoztatást arról, hogy a hulladék gazdálkodás rendszerében jelentős változások várhatóak a jövő év folyamán. Tudni kell, hogy a Mohu MOL néven új cég alakult, ami állami cég. Ezt tudni kell, hogy azért hozták létre, hogy a hulladék gazdálkodás rendszerét teljesen új alapokra helyezzék. Július 1-ével indul el a működése várhatóan. Addig kell több olyan fontos kérdést még tisztázni itt régiónkban is, illetve a ZHK illetékességi területén, illetve a nagyobb léptékben nézem a BMH területén,
hogy ezek, azokat az eszközöket, amit most használnak a hulladék begyűjtés kapcsán, azokat kiveszi át, hogy veszik át, tulajdonviszonyokat kell tisztázni. Ez a hulladékudvart, a gyűjtőszigeteket és a gépkocsi állományt is érinti. A második napirendi pont a kalandparkra vonatkozott. El kell mondanom, hogy egy lényegében egy áremelésről van szó, de tulajdonképpen csak egy korrekcióról beszélhetünk, hiszen a napi sí bérletárakat emeljük átlagosan 10%-kal. A többnapos bérletárat, illetve az éjszakai sízés árát nem változtattuk. Igazgató úr javaslatára próbáltunk egy olyan kompromisszumos megoldást találni. Ők figyelembe vették természetesen a javaslatuknál a környező sípályák árait is, hogy mégis akár egy többnapos, mondhatom, kirándulásra, illetve sítáborok megtartására lehetőségük legyen, és ne riassza el az ideérkezőket esetleges egy nagyobb, drasztikus jegyáremelés. A Városüzemeltetési Bizottság a mai nap során szintén tárgyalta az Abaúj-Zempléni Szilárd Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatóját. Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának folytatódó bizottsági ülései sorában a képviselőtestület ügyrendi és nemzetiségi és a Szociális és Egészségügyi Bizottság is ülésezett, melyek során előbbi egy, utóbbi négy napirendi pontot tárgyalt, melyek közül egyet zárt ülés keretében. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselőtestületének bizottságai folytatták az év utolsó képviselőtestületi ülést előkészítő munkát. Az ügyrendi és nemzetiségi bizottság a mai nap során egy napirendi pontot tárgyalt, mely a képviselőtestület 2023. évi első fél éves munkatervének elfogadása volt. Kiemeltem én is, és jegyző úr is, hogy ez egy tervezet, és akkor megpróbálunk ezt szerint haladni. Ezt szerint készül el ugye a testületi üléseknek az anyaga, de természetesen hát az élet nagyon sokszor felülírja, nem csak ezt a munkatervet, hanem hát rendkívül sok testületi ülés, ugye rendkívüli ülésként jelenik meg. Tehát ez egy terv, ez egy mankó, amihez alkalmazkodunk, ez szerint készülnek el az anyagok, de természetesen hát az élet az hozza, és más is belekerülhet. Itt ma a bizottság elfogadta egyhangulag. A Szociális és Egészségügyi Bizottság nyílt ülésen három napirendi pontot tárgyalt. Elsőként a város szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának felülvizsgálatáról esett szó, melyet a jogszabály alapján két évente kötelező megtenni. Maga ez a előterjesztés, illetve ez az anyag egy jól szerkesztett, jól összeállított anyag, demográfiai adatokat tartalmaz a lakónépességre, a korösszetételre vonatkozóan, foglalkozik a születések számával, a elhalálozással, illetve az elköltözési arányjal munkanélküliséget taglalja, valamint a városban hozzáférhető szociális ellátásokat, legyen az pénzbeli, illetve természetbeni ellátás. A pénzbeli ellátásoknál is sorba veszi az önkormányzati támogatásokat, hogy 20-ba, 21-be milyen összegű támogatások lettek kifizetve, és valamennyi ellátási formát, ami a személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások körébe tartozik, és akár önkormányzati, akár egyházi, vagy civil szervezet által működtetett. Majd pedig a 2-es és 4-es felnőtt házi orvosi körzetek helyettesítési szerződésének módosításáról volt szó. Eddig december 31-ig volt a szerződés, és annak a meghosszabbításáról döntött az önkormányzat, hogy 6. hó 30-áig meghosszabbítja a helyettesítési szerződést. A bizottság ezután zárt ülésen segélykérelmeket bírált el. A Magyar Nyelv Múzeumában már hagyomány, hogy adventi játszóházzal kedveskednek az óvodásoknak. Részben megszakítva ugyan, de tartva is a hagyományt, idén is megtartották ezt a program sorozatot, igaz, most külső helyszínre látogattak el. Ennek a célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a múzeum munkatársaival. Az első állomás a sátoraljaújhelyi Szent Margit katolikus óvoda volt. Már többször beszámoltunk olyan gyermekprogramokról, amit a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeuma szervezett Széphalmon. Játszóházzal, kézműveskedéssel és különböző feladatokkal várják minden alkalommal a gyerekeket és a szüleiket. Azonban most egy kicsit eltértek a hagyományoktól, hiszen nem a megszokott helyen végzik feladataikat a múzeum munkatársai.
Adventi játszóházzal kedveskedtek a Sátoraljaújhelyi Szent Margit katolikus óvodának. Igyekszünk mindig olyan programokat kitalálni a gyerekeknek, ami közel is áll hozzájuk, illetve az aktuális eseményekhez kapcsolódik, és mivel adventi játszóház, egy kicsit ezt az adventi kört próbáljuk itt velük kibontani, illetve most nagyon szép a hóesés, amivel meglepett minket a természet, és ebből kifolyólag gondoltuk azt, hogy hozunk egy mesét nekik, mint ahogy már tőlünk megszokott, mi mindig vagy könyvvel, vagy mesével érkezünk a helyszínekre, és most egy nagyon kedves mesét hoztunk, ami megmutatja azt, hogy az állatvilág, a természet hogyan kapcsolódhat össze, és milyen kis kedves történeteket ismerhetünk meg itt is. És hát amit készíteni fognak, az is kapcsolódik a természethez, mert hogy először egy 3D-s kis képet készítünk majd a gyerekekkel. Az adventi várakozáson és a kézműveskedésen kívül más célja is van a programoknak. Szeretnénk azt, hogy minél több óvodáskorú gyermek is megismerkedjen velünk, megismerkedjen a múzeummal és a múzeumi munkatársakkal. És hát ugye a célunk az az, hogy ugyan kilátogattak már az éven is 300 óvodás a múzeumunkba, de hogy mi is felkeressük az intézményeket, tehát meglegyen közöttünk ez a kapcsolat, hogy nem csak az óvodás gyermekek, az iskolás gyermekek jönnek el a múzeumba, hanem a múzeum is szívesen meglátogatja az intézményeket. A nagycsoportos óvodások a mese után örömmel ügyeskedtek együtt az új segítőkkel. Informatikai szakmai napot tartott a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium. A nap során vetélkedők, előadások, kvízek és programozási gyakorlatok is voltak, melyek között a robotprogramozás is helyet kapott. A versenyeket és előadásokat a bizonyos területeken már jártas felsőbéves diákok tartották. A programokon nem csak az informatika ágazaton tanulók vehettek részt. Két év Covid miatti kihagyás után újra megrendezték az informatikai szakmai napot a Sátoraljaújhely Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumban. Ilyenkor kvízjáték, videóvágási gyakorlat és még robotprogramozás is várja az intézmény diákjait, bármely ágazaton is tanuljanak. A délután során pedig az iskola egyik tanulója tartott egy előadást a játékprogramozásról. Csak büszkeséggel tudok róla beszélni, mert Hadari Dávid nevű diákunk fog előadást tartani. Bevallom, férfiasan nagyon izgom, mert még soha nem adott elő, de már 9-10. Osztályban is játékokat programozott, és most a játékprogramozásról fog beszélni, majd a délután folyamán pedig azoknak a diákoknak, akik játékprogramozással szeretnének foglalkozni, fog foglalkozást tartani addig, amíg még a többi verseny zajlik. A számítógép szerelés vagy a weblapkészítő verseny, amíg lefut, addig ő ilyesmit fog tanítani a többieknek. Sedlák Ákos videóvágási tapasztalatait osztotta meg a többiekkel a nap során. Igazából videóvágás, így saját magamtól így 2 éve már itt tanulgatom, amit én meg szeretnék szerkeszteni, esetleg éppen, hogyha videójátékkal játszok is, akkor azt felveszem, rögzítem, valamilyen videóvágó programmal, akkor megvágom azzal, és tulajdonképpen szórakozásból publikálom esetleg, vagy hogyha csak barátoknak készítek például születésnapra videót, akkor erre hasznos lehet az, hogy így önmagamtól meg tudom tanulni, és ebben szeretnék egy kis ízerítőt a diáktársaimnak adni. Az iskola tanulói különböző versenyeket is összeállítottak és felügyeltek, köztük volt Tóth Sebastian is. Lényegében ez egy számítógép szerelő verseny, ahol igazából az iskola egyik számítógépét, ezek közül többet szám szerint 6 darabot, mi szétszedünk, és a nevezett versenyzőknek pedig időre különböző értékelési szempontok szerint össze kell, hogy szereljenek. Igazából ennek már a múltra visszatekintve elég nagy múltja van, ugyanis itt az iskolában az informatikai szakmai naphoz tartozik az, hogy egy számítógép szerelő verseny is a programok között van. A nap egyszer jelentett szakmai tapasztalatszerzést és kikapcsolódást a tanulók számára, akik már nagyon várták. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Téli csodavilág az Zemplén kalandparkban. Bizottsági munkák Sátoraljaújhely önkormányzatában. Helyi óvodákba szervez adventi játszóházat a Magyar Nyelv Múzeuma. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel holnap este 19 órakor várjuk Önöket a viszontlátásra!